Hello mindenkinek, üdv újra a csatornán! A mai videó témájának egy kicsit érdekesebbet, izgalmasabbat gondoltam, mégpedig három olyan terméket, dolgot szeretnék mutatni nektek, amiről bizony első ránézésre nem is olyan egyszerű eldönteni, hogy ez mi is akar lenni, mert annyira izgalmas és különleges a dizájnja, hogy elsőre abszolút megtévesztő tud lenni. Mind a mellett egyébként, hogy mindaz a három dolog, amit most mutatni fogok, abszolút helyet kap, például az én táskámban is. Játsszuk azt, hogy először megmutatom, hogy hogy néz ki, aztán pedig elmondom, hogy mi is ez valójában. Nos, az első termék az ő lenne. Hogy vajon mi ez? Nos, ez egy kézfertőtlenítő. Igen, abszolút nem olyan, mint amit eddig megszoktunk, mint kézfertőtlenítő, hanem ez valami modern csomagolásba burkolt különlegesség, ami a Touchland Club to Go terméke. A külseje abszolút úgy néz ki, mintha egy okos telefon lenne, de ha próbálom kitalálni, hogy mégis mi lehet ez, akkor akár parfümöt mondanék, de nem, ez egy kézfertőtlenítő. Na most ez egy vaníliás, fahéjas illatú kézfertőtlenítő, amiből három fújás elegendő a kezemre, egy kicsit összedörzsölöm, megvárom, hogy az alkohol elpárologjon, és körülbelül ennyi ideig tartott lefertőtleníteni a kezemet. Na most ebbe aloe vera is van, úgyhogy maximálisan hidratál, és nagyon-nagyon sokáig elegendő ez a kis egyébként személyre szabott kézfertőtlenítő. Ezt azért mondom, mert a hátoldalán van a mi kis közös hashtagünk, amitől én már teljes mértékben a magaménak érzem ezt a terméket. Itt nincsen kupak, nincs mi letörjön, nincs mi kifoljon, egyszerűen csak fújok 2-3-at a kezemre, és nagyjából ennyi az egész művelet, nincsen ragacsos utóérzet, úgyhogy a lapossága véget pedig abszolút befér akár zsebbe vagy táskába. Igen. 195 kézfertőtlenítés elegendő. Azért nem semmi. A következő ilyen érdekesség pedig ő lenne. Kíváncsi vagyok, mi az első, ami eszetekbe jut róla. Igen, egy rúzs, de nem, ez nem egy rúzs, hanem egy telefontöltő. Ez a Proda Lip Max Powerbank elnevezésű rúzsformájú töltője, ami abszolút olyan, mint egy rúzs, tehát tapintásra is hozza a rúzsoknak a dizájnját, alul matt, fölül pedig ez a fényes forma, ez egy nagyon gyakori egyébkénti rúzsok tekintetében, de bizony nem az, hanem egy töltő, hihetetlen jól néz ki, és mennyire ötletes. Mint mondtam, egyszeri töltésre alkalmas, tehát ez pont arra jó, amikor még úristen, pont valakitől vársz egy üzenetet, vagy valakit még fel kellene hívnod, vagy úristen, még egy választ vársz a Facebookon valakitől a cseten, de már 1%-on van a telefonod, és Jézusom, valami azonnal kéne, na ekkor kell ezt előkapni, és azonnal csatlakoztatni a telefonodhoz. Egyébként egy kis mikro USB is jár hozzá, és egyébként a laptopomon keresztül töltöttem fel, úgyhogy borzasztóan egyszerű a működése és a használata is. Ennek a töltőnek a súlya nem több egyébként, mint egy normál rúzsé. A színe az, hogy piros, az nekem külön pluszpont, tehát nekem ez külön nagyon-nagyon bejövős, és bizony a táskámban rendszeresen összekeverem a normál rúzsommal, tehát amikor benyúlok a táskába és taperolom, hogy hol van a rúzsom, akkor nagyon gyakran ebbe akad bele a kezem, aztán rájövök, hogy hoppá, hát ezzel azt hiszem nem menne a rúzsozás, de a telefontöltés az működik. Végül pedig jön az utolsó ilyen különleges dizájnú termék, ami pedig így néz ki. És igen, itt már talán lehet, hogy egy kicsit egyszerűbb kitalálni, hogy mi is ez, de még így is azt mondom, hogy engem meglepett, és egy okostelefon, kis notesz, kis tükör, ez az, ami így elsőre eszembe jutott róla, és hogyha nem látnám egyébként a márkát, akkor engem simán be lehetne csapni azzal, hogy ez egy tükör, mondjuk. De nem, egyébként ez a L'Oréal True Match Genius új alapozója, ami 4-1-ben, tehát primer, alapozó, korrektor és púder. És mutatom is, hogy hogy néz ki belülről ez az alapozó, ami a csomagolása miatt hát szerintem egyébként nagyon különlegesen néz ki. Aha, mindjárt ki is tudom nyitni. Szóval így néz ki maga a termék, itt van az alapozó, van hozzá egy kis szivacs, és itt fölül pedig még plusz egy tükör, tehát nagyon-nagyon kényelmes vele az alapozás.
Természetesen én már kipróbáltam ezt a terméket, és az első dolog, amit megállapítottam, hogy nem véletlenül van benne ez a szivacs. Próbáltam előszedni a kedvenc ecseteimet hozzá, de valahogy nem volt annyira szép a finish, úgyhogy visszatértem ehhez a kis szivacshoz, és igen, tehát ez így együtt a legtutibb. Nagyon szép, lágy végeredményt lehet elérni vele, építhető is. Azt nem mondom, hogy teljesen sikerült elfedni a pöttyeimet, de hát na, én extrém eset vagyok ebben a kategóriában, viszont nagyon szép púderes lett a végeredmény. És az, hogy benne van ez a kis tükör, írtó praktikus szerintem. Amit éreztem az, hogy nagyon kellemes viselni, nagyon laza, könnyed maga az egész textúra, csak egyetlen egy problémám van, sajnos a szín az nem az igazi. Egy nagyon-nagyon picit sötét, úgyhogy remélem, hogy nyáron le tudok annyira barnulni, hogy ezt előkapjam. Nem szeretném, hogy csak így álljon a polcon, és nézzük egymást. Szeretném, ha lenne köztünk valami kapcsolat. Nos, ezekre az érdekességekre bukkantam az elmúlt időben, szerintem mindegyik ettől együtt nagyon izgalmas, hogy nem az a megszokott, unalmas forma, hanem valami pezsgő újdonság, na nekem például pont erre van szükségem. Remélem, hogy jól vagytok és ti is pezsegtek ezerrel, hamarosan, azaz szombaton találkozunk egy új videóban, addig is minden jót, tessék pezsegni! Sziasztok!